Sziasztok, Beast vagyok, és igen, jól látjátok, Call of Duty Ghosts fegyverbe mutató, de azért mielőtt mindenki beleélné magát, egy-két dolgot tisztázunk így a videó elején. Azért csinálom ezt a részt, mert ha már megvettem a játékot, legalább egy picit játszok is vele, annak ellenére, hogy PC-n még mindig egy játszatlan játékról beszélhetünk, és ha már néha-néha ráveszem magam, hogy játszok is vele, akkor miért ne csináljak róla videókat. Úgy gondoltam, hogy pár fegyverbemutatót csinálni fogok a közeljövőben, amelynek első mostani része az AK-12-esről fog szólni. Azt tervezem, hogy minden fegyvercsoportból kiválasztunk egy darab fegyvert, és azt bemutatom, így aki jobban szereti a kodot, örülhet. De mivel nem csinálom meg az összes fegyverről a részeket, nekem se kell sokat játszom egy olyan játékkal, amit nem szeretek, így egyfajta kompromisszumot tudunk kötni, illetve szívem szerint sem vágnék bele egy globális fegyverbemutatóba, ugyanis rengeteg sok DLC-s fegyver van a játékhoz, és rengeteg sok DLC nem olcsó. Viszonyításképpen Titanfallhoz annyiért vettem Season Pass-t, mint amennyibe kerül egy darab Call of Duty Ghosts DLC, és értitek, nem szeretnék egy olyan sorozatba belevágni, amit anyagi problémák miatt nem tudnék befejezni, de így, hogy mazsolázgatunk, azt szerintem belefér és korrekt ajánlat, szerintem legalábbis. Na de, térjünk vissza az AK-12-esre, amely a jó öreg Kalasnyikov felújított 2012-es modellje, így egyre gyakrabban fogunk ezzel a fegyverrel találkozni az újabb játékokban, mint ahogy a Ghostban is. Na de, ugyanúgy folytatja azt a hagyományt, amelyet a Call of Duty részek AK csúzliknál megszokhattunk, tehát bika erős, viszont alacsonyabb tűzgyorsság, na de jó falátlövési képességek, viszonylag jól kontrollálható, remek Iron Sight és hát Ramathi Fire. Mivel újra az Infinitum Ward készítette ezt a részt, ezért még az 1,4-szeres fejes többletsebzés is ide tartozik, így körülbelül DOH-ban ez az AK-12-es Call of Duty Ghosts verziója. A damage értéke 49-25-ig tart, így az erősebb assault rifle-ök sorát erősíti, és még range sem rossz, ugyanis 25 méteren belül 3 lövésből megöljük az ellenfelet, de ha már picit meg van sebezve, akkor már csak 2 golyó szükséges, sőt, ha fejre talál az egyik golyó, akkor is ugyancsak 2 darab. Illetve 25 méter után folyamatosan csökken a fegyver sebzése egészen 43 méterig, utána konstans 25-öt sebzünk, és így 3-4 lövés kell testre, fejre pedig közelre 2, távolra pedig 3, így aki közelre 25 méteren belül nagyon jól céloz, igazából halhatatlan, bár Ghostról beszélünk, de ezt most hagyjuk. Illetve az igazsághoz az is hozzátartozik, hogy megtalálható olyan fajta kiegészítő is a fegyverre, amellyel semi-automatik, illetve burst típusú tüzelési módokat érhetünk el. Ilyenkor testre többet sebzünk, így 2 golyóból meghal az ellenfél, úgyhogy akár ezt is számon vehetjük, de szerintem automatán a legjobb egyértelműen. Az AK-12-es effektív range azt jelenti, hogy a damage értéke és a range olyan jól skálázódik összhangban, hogy még 40 méteren belül minimum sebzünk 34-et, tehát 3 golyóból még le tudjuk teríteni az ellenfelet, sőt, muzzle break kiegészítővel 48 méterre tolthatjuk meg ezt a távolságot, így gyakorta egy marksman-t vagy egy DMR fegyvert kapunk. A tűzgyorsasága 6.89-es, amely egy gyenge érték játékon belül, illetve felfoghatjuk annak is, hogy ez egy gyenge pontja a fegyvernek, de úgy gondolom ez is előnyére válik, ugyanis így lesz igazán kontrollálható a fegyver, hogy nem fossa a golyókat, így tudjuk igazán jól célon tartani, és ilyen jó Iron Sight-tal szerintem egy nagyon pontos fegyverről beszélhetünk, maximum egy medium recoil besorolással tudnám elemezni a fegyvert, de szerintem tényleg egy nagyon jól kiszámítható eszközről beszélhetünk. Illetve a semi-automata kiegészítőt használunk rá, akkor az RPM-e 5.30-ra módosul. Az újratöltés ideje 3,3, illetve 3,6 másodperc között mozog, ami mondható igencsak lassukásnak, viszont Extended Magazine kiegészítővel nem 40-ese,
hanem 45-ösre növekszik a tárkapacitása, úgyhogy ezzel is ki tudjuk küszöbölni ezt a problémát, és ezt a megoldást ajánlom is, de akár Sleight of Hand kiegészítővel is használhatjuk az eszközünket. Az ADS-e 0,3 másodperc, és a futás sebessége 90%-os, úgyhogy ennyi lett volna az AK-12-es, nekem Silencerrel jött be igazán, úgyhogy azt nagyon-nagyon ajánlom. Grippel sem rossz, de Extended Grippel is nagyon jó, illetve Quick Draw, én ezt használtam igazán. Úgyhogy ennyi lett volna, egy remek fegyver egy nagyon rossz játékban. A dizájnja sem jön be igazán, ez a szögletes, nem az én stílusom, viszont egy fegyvert nem nézni kell, hanem használni. Úgyhogy köszönöm a figyelmet, kattintással szavazzatok a következő fegyverről. Sziasztok!